folyamatos és a pulzáló ultrahang közötti különbségről fogok beszélni. A folyamatos ultrahang az nagyon egyértelmű, ugye bekapcsolom a készüléket, és a fej folyamatosan bocsátja ki az ultrahang sugarat, megállás szünet nélkül. A pulzáló mód ezzel szemben azt jelenti, hogy a készülék kibocsátja a sugarat, majd szünetet tart, amikor nincs sugárzás. Tehát van, nincs. Van sugárzás, nincs. Van sugárzás, nincs. Mikor jó egyik, és mikor másik? Azok a készülékek, amelyek csak folyamatos ultrahang sugarat bocsátanak ki, általában a krónikus régi évek óta tartó fájdalmakra jók csupán, mert a folyamatos ultrahang sugár nagy energiát visz magával. Tehát állandóan áramlik, hát érted te is, hogy ha áramlik a tömeg folyamatosan, akkor sokan haladnak benne. Ezt viszont a friss sérülések nem szeretik. Tehát a friss sérülések esetén nem jó a folyamatos sugár, az a készülék, ami csak folyamatos sugarat biztosít, a friss sérülések esetén inkább a fájdalmat fokozza, mint sem segít. Ha viszont impulzus üzembe kapcsolsz, hogy azt jelenti, hogy mindig van szünet, nem áramlik folyamatosan az ultrahang, tehát a szervezet, a sejtek nem kapnak akkora tömegű energiát, és jobban elviselik a kezelést. A nagyon érzékeny sérülések, a friss sérülések, az energiára érzékeny friss sérülések, az a pulzáló ultrahangot szeretik. Például az M-Sonic 901 olyan készülék, ami folyamatos és pulzáló ultrahangot is biztosít, és ezért jó mind az akut, mint a krónikus fájdalmakra. Úgyhogy ezért is ajánlom az M-Sonic 901-et otthoni használatra.